Az év utolsó polgármesteri vizitje volt csütörtök reggel a Győr Plusz Rádióban. Dr. Dézsi Csaba András ebben az időszakban sem pihen, szinte az összes szervezetnél járt, több helyre adományokat is vitt. Szerinte nem is tehetne mást egy városvezető, hiszen mi győriek egy nagy család vagyunk. A Családsegítő Központ, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, illetve az ESZI, ami a Győrnek legnagyobb szociális intézménye, összefogásában is nagyon sok olyan dolog van Győrben, amit most látjuk azt, hogy az ünnepek alatt, hogy kicsit felértékelődik ilyenkor, de nagyon fontos, hogy ezek az egész év során támogatásra méltó és támogatást igénylő szervezetek. Úgyhogy Győr társadalma az úgy áll össze, hogy van a fiatalok, vannak idősek, és van az a társadalom, melyik a munkaképes és dolgozó réteg, és azt tudnék, hogy az idősek azok dolgoztak, tehát aki dolgozik, az előbb-utóbb eljut majd az idős korosztályba is. Tehát ettől élő család tulajdonképpen Győrvárosa, hiszen ez pont olyan, mint egy nagy-nagy család, 130 ezer ember. A győri belváros már december 1-e óta ünnepi díszben pompázik, mindkét nagy terünk megtelt élettel, továbbá folyamatosak a programok, jégrevő és koncertek színesítik az adventi forgatagot, jövőben pedig a szilveszter is igazán káprázatos lesz. Évről évre fejlesztjük a diszkivilágítást, és most ismét dobtunk rajta egyet, ami azt jelenti, hogy a világpiacot is bekapcsoltuk a diszkivilágítás és a karácsonyi vásárnak a helyszínei közé, és több mint 50 fenyőfát díszítettünk ki különböző városrészekben, tehát most a városrészeket is kidíszítettük, olyan mértékben, ami még nem volt. Úgyhogy az, hogy olcsóbb, ezt nem tudom, hát nyilván ez megint pénztárca kérdése, hogy mondjuk valaki kimegy Bécsbe az utazással együtt, mondjuk akár olcsóbb lehetek, kizárt dolognak tartom egyébként. Egy biztos, hogy Győrbe érdemes eljönni, mert szép és nagyon kellemes. A szilveszterkor pedig óriási buli lesz, a Hooligans zenekar ad koncertet a Városháza előtti téren, illetőleg a Smile zenekar, Gönczi Gábor zenekara hajnal egyik egy nagy bulit tart, világslágereket fognak játszani, és közös ünnepünk. Az ünnepi időszakban a város ügyeiért is közben jár dr. Dézsi Csaba András, hiszen a napokban is Budapesten járt. Arról tárgyaltunk, hogy hogyan lehet tovább fejlődni, hiszen azért mégiscsak háború folyik a szomszédban. Lesz egy választás, ami fél év múlva történik, és láthatóan már Győrben is azért próbálnak zavart kelteni különböző, most nem azt mondom, hogy ellenzéki, hanem inkább azt mondom, hogy ügyeskedők, mert az ellenzékiség az egy természetes dolog, azzal nekem semmi problémám nincsen, a gyűlölködéssel, a gyalázkodással már annál inkább. Úgyhogy most egy nehéz időszak lesz, de egy polgármesternek az a dolga, hogy vezesse a várost, és nem pedig az, hogy kampányoljon, majd kampányoljon mi a kampányidőszakban, abban az egy hónapban a választások előtt. De mindenképpen be kell mutatni az embereknek azt, hogy mit végeztünk eddig, és be kell mutatni a terveinket, hiszen Győr fantasztikus mértékben fejlődött. Azt lehet mondani, a rendszerváltás után padlóra került az egész gazdasága. Ez szépen abban az ipari parkban, amit első polgármesterünk Kolozsvári Ernő és csapata létrehozott, abba aztán betelepült üzemek élükön az Audival egy gazdasági stabilitást hoztak, és lehetett pénzt költeni. Most nekem az a dolgom, hogy újra ezt megteremtve további fejlődési pályára állítsam Győrt. A polgármester tehát továbbra is városunkért dolgozik, és már csak egyet kíván a győrieknek. Boldog és áldott karácsony kívánok mindenkinek, és hát mit mondhatnék orvosként, mi más, mint az, hogy egészséges új esztendőt.